Ha már reggel a házunk előtt beleszaladtam egy igazi táj taxiba, akkor gondoltam, hogy megkérem, hogy fuvarozzon el ide a táj fesztiválra. Ugyanis szeretnék megismerkedni az igazi, autentikus táj ízekkel, mert az ember hajlamos azt gondolni, hogy az ázsiai gasztronómia az kimerül ezekbe az útszéli kis büfékbe, de ez természetesen nem így van. 5 különböző standhoz fogok ellátogatni, és belekóstolok az igazi táj gasztronómiába. Immáron már 5. alkalommal rendezzük meg itt Magyarországon a Thai Fesztivált. Ez egy ilyen kulturális, meg kulináris bemutató. Ezzel szeretnénk kedveskedni a magyar embereknek, bemutatni, hogy milyen ételek vannak Thaiföldön, milyen a kultúra, milyen a tánc, milyen a box, és hát remélem, hogy mindenki jól fogja magát érezni. Ahogy ti is láthattátok, a színpadon a Green Thai étterem séfe egy fantasztikus lápványfőzést tartott. Nyilván nem véletlenül, de az egyik adag étel az nálam landolt, úgyhogy kénytelen leszek ezzel kezdeni. Először egy picit azért tartottam ettől az ételtől, mert tele volt baromi erős dolgokkal. Ugye került bele chili, hegyes erős paprika, a chili paszta, azt hittem, hogy szinte ilyen ehetetlenül erős lesz, de nem. Éppen hogy csíp. Nyilván ugye a hegyes erős paprikában nem lát bele az ember, nem tudja eldönteni, hogy mennyire lesz erős így elsőre. Teljesen komplex ez az étel, és ami elsőre föltűnt, az az, hogy nem sózták. És ugye megtudtam, hogy az ázsiai konyhában a sózást azt próbálják minél inkább mellőzni. Inkább ugye ezekkel a szószokkal, halszósz és szójaszósz, ezekkel sóznak, és ugye mindig használnak cukrot is. Ez egy igazi ízbomba ez az étel, ezt gyorsan befalatozom, aztán megyek a többi helyre is. Nagyon szépen köszönöm. Meg is kaptam az első hivatalos ételt, ami a Kong Chao névre hallgat. Én a marhás mellett tettem le a voksomat, de egyébként lehet választani csirkés és sertés között is, és meg is kóstolom. Megpróbálok autentikus lenni, és pálcikával megenni ezt az ételt. Maradjunk a kanálnál. A tészta az állítólag rizs tészta, de nekem inkább hasonlít a cérnametélthez. A hús rendkívül kollagénes, megkockáztatom, hogy pofa és lábszár keveréke, vagy csak egyik, vagy csak másik. Én egy picit ebből hiányolom a sót, tehát ez nekem inkább elment egy ilyen édesebb irányba. Én egy picit megsóznám, egy picit chilit még tennék hozzá, egy pici lime-lé, és megenném mind. Így most megyek inkább a következő helyre. Na jó, azért a húst előtte kieszem belőle. Nagyon szépen köszönöm. Én azért egy picit csípős teszek mellé. Most egy bazsalikomos sertést fogok megkóstolni, ami egy igazi, autentikus táj étel, ellenben a pattájjal, ami sokkal később az 1940-es években alakult ki, tehát ezt bárhol, bármikor meg lehet kapni Thaiföldön. Thai Food Expressnek egyébként nincsen étterme, ahova be lehet ülni, ők csak is kiszállítással foglalkoznak. Azért is kaptam ilyen elviteles dobozban az ételt. Ez az étel nekem jobban ízlik, mint a leves, bár sokkal jobban haja az az ilyen hétköznapi ázsiai ételekhez, amit minden nap megkap az ember, és akár otthon is el tudja készíteni. Igazából sok zöldség, ugye brokkoli, répa, pici újhagyma össze van pirítva a bambusszal, a sertéshússal. A bazsalikom nekem annyira nem dominál benne, pedig ugye a neve az azt mondja, hogy bazsalikomos sertés. A chilit nekem abszolút elbírta, mert én az ázsiai konyhától mindig egy ilyen robbanást várok. De ez egy jó étel. Tavaszi tekercs kóstolásán már itt a bódé előtt át is esek. Ugye kérdeztem, ez se nem rizstésztába, se nem rétes tésztába nincs tekerve, hanem azt mondták, hogy ez egy kimondottan tavaszi tekercs tészta, amiben bele van tekerve ugye a sok-sok zöldség. Alapjában véve azért én húsevő vagyok, sőt, ha egymód van rá, akkor mindig eszem húst.
Hát ebbe az ételbe ugye nincsen, ez csak zöldségekkel van töltve, de valahogy ebből nem hiányzik egyáltalán. Én abszolút megvettem ezt az ételt, ugye érződik, hogy picit olajos, hiszen ugye bő olajba sütik ki, de nem bántó, ez egy frankó étel. Köszönöm! A következő étel egy pad thai lesz, amit kóstolni fogok. Ugye pad thait azért gyakrabban csinál otthon az ember, az egy ilyen elterjedtebb étel, vagy ugye a városban is könnyebben beszerezhető. Hát nézzük meg, hogy ez hasonlít-e az enyémre. Kóstolás után, ami először robbant a számban, az megint csak ez az édeskés íz volt. Sokkal édesebb, mint ahogy én készítem otthon, de biztos nem én csinálom jól, hiszen azért én nem vagyok táj. Nagyon-nagyon jó mellé a citrom, tehát citrom nélkül nem azt mondom, hogy nem tudnám megenni, de a citrom azt teszi egy ilyen frissítővé, hogy így jobban csúszson. Ami egy kis megnyugvás a lelkemnek, mindig elszomorkodom, amikor otthon csinálok pattát, hogy a tészta nekem összetörik ilyen picire, de itt is összetört a tészta, úgyhogy megnyugodhatok. Tök jó rajta a mungóbabcsira, én is mindig teszek rá. Az ad egy ilyen harsanós, roppanós textúrát kóstolásnál, úgyhogy egy pattájhoz mungóbab az nélkülözhetetlen. Kettő ételt fogok kóstolni, kaptam egy ilyen grillezett sertés húsgolyót, nem tudom, mit várhatok tőle, és van itt egy ilyen csodásan kinéző, ugye van ez a jellegzetes ázsiai hajtogatási stílus, ez egy töltött batyú körris csirkével van töltve, meg is nézem, hogy mit tud. Ennél az ételnél, ami nekem a legjobban bejön, az a tészta. Olyan, mint hogyha leveles tészta lenne, de nyilván nem az, nem tudom, hogy készül ez a tészta, de az marha jó. A töltelék, hogy mit töltünk bele, hát azzal meg aztán lehet játszani. Én a curry ízér annyira nem vagyok oda, tök finom a töltelék. A csirkehús az nem ilyen kis kockákban van benne, hanem bele van darálva ebbe a curry krémbe igazából, tehát hogy szemmel nem látható. Finom, tehát hogy tényleg nagyon jó a töltelék, de én biztos, hogy mással tölteném meg, viszont ez a tészta az bitang. Ha valaki a klasszikus magyar fasírt golyóra vágyik, akkor ne ezt válassza, köze nincs hozzá. Ebbe, ami megtalálható, ugye a sertéshús be van keverve egy kis tamarinnal, pici csilivel, sóval és pálmacukorral. És itt bár azt mondják, hogy nincs benne fehér bors, de én marha sok fehér borsot érzek benne, úgyhogy valami itt sántít szerintem. Köszönöm! Még mielőtt azt hinnétek, hogy teljesen elment az eszem, vagy ez az új perverzióm, hogy így a falnak dőlve egyek, nem, csak is elérett az eső, de ez minket nem riaszt el attól, hogy megkóstoljuk ezt az utolsó ételt, ami nekem inkább egy reggelihez hasonlít, aztán lehet, hogy ők főételként eszik. Ez úgy néz ki, mint egy kagylós tojás rántotta, hogy ízében mit mutat, az mindjárt kiderül. A kagyló bele van forgatva egy ilyen kukoricalisztes tésztába, vagy egy ilyen tempura féleségbe, úgy van kisütve. És igen, ez igazából egy tojás rántotta, de minthogyha ha tészta is lenne benne, ilyen nokedli-szerű valami, nyilván nem, azt tudom. És sriracha szósz van mellé rakva, ami marha pikáns. Az összes közül talán azt kell, hogy mondjam, hogy nekem ez az étel ízlik a legjobban. De én inkább reggelire enném, mint ebédre. Az étkezést illik desszerttel befejezni, én sem teszem másképp, leültem ide a Nemzeti Múzeum lépcsőjére, és miközben megeszem ezt a tápióka pudingot, nézem a színpadon zajló műsort is. Egy ilyen kis zónaadag desszert nem desszert, úgyhogy kértem mellé egy ragacsos rist is. Kár lett volna kihagynom ezt a két desszertet. Igazából mind a kettő ízében majdhogy nem ugyanaz, annyi, hogy az egyik tápiókából, a másik frissből készül, de mind a kettő elképesztően kókuszos, és a kókusz mellé egy kis mangó is társul, és ez így együtt fantasztikus. Úgyhogy ha valahol találkoztok ezekkel az étlapon, akkor semmi esetre se hagyjátok ki.
Hello! Maradok magamra egy tájzászlót, ha már itt vagyok a fesztiválon. Egyből egy kis kozmetikai kezelést is kapok, nem árt. Thank you very much. You're welcome. Szerencsére elég volt a festék, és még az én arcomra is jutott, pedig elég nagy arcom van. Hogyha esetleg meghoztam a kedveteket, hogy kilátogassatok ide a Thai Fesztiválra, akkor idén ezt már ne tegyétek, ugyanis egynapos fesztiválról van szó. Viszont az éttermek egész évben várnak benneteket, úgyhogy érdemes ellátogatni oda, hogy jobban megismerkedjetek a thai kultúrával és a thai gasztronómiával. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornáinkra, kövessetek minket mindenhol, Facebookon, Instagramon, TikTokon, ahol csak lehet, kivéve az utcán. Találkozunk még. Sziasztok! A videót támogatta a Thaiföldi Nagykövetség kereskedelmi képviselete.